Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világnak az alakulásával? De lehet, hogy nem készítettelek föl erre benneteket kellőképpen, nem pedig? Én mondtam, csak nem biztos, hogy vettétek komolyan. Vagy elég komolyan nem vettétek. Tehát akik ugye hallgattak engem már régebb óta, főleg ugye akik esetleg évek óta, vagy netántán még régebben, azok ugye tisztában lehettek azzal, hogy ugye lesz egy ilyen helyzet, de ugye hát egy olyan helyzet van a világban, ami ez olyan, mint egy színház. Tehát a színházban van egy, le van húzva a függöny, vagy össze van húzva a függöny, és nem tudod, hogy mi zajlik a függöny mögött. Érted? Tehát az emberek csak azt látják, hogy mi van a függöny előtt. És az, hogy a függöny mögött mi van, azt az emberek nem látják. Én elfelejtettem lenémítani a telefonomat. Nem is adtam oda? Gyorsan lenémítom. Oké. Köszönöm. Szóval lényeg az, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki beavatott ebben a kérdésben, hogy vajon mi zajlik a függöny mögött. És hát van egy érdekes dolog itt a világ alakulásában, hogy ugye hallani olyan dolgokat, hogy a 100%, tehát az emberiségnek az 1%-a irányítja a 99%-ot, de ez nem igaz. Tehát ez nem igaz, mert nem az 1% irányítja a 99%-ot, hanem a 10 000-ek irányítja a 9999-et. Oké? Tehát körülbelül ez az arány. Tehát hogyha a 8 milliárdod visszaosztod ugye 10 000-rel, azt mondja, hogy akkor gyakorlatilag kijön, hogy körülbelül olyan, ha jól számolom, olyan 8 000 ember irányítja ezt a bolygót. Oké? Jól számolok? 8 000-szer lehet, hogy rosszul számolok. Mennyi az? Tehát ugye vegyünk le a 8 milliárdból 4 nullát. Ez azt mondja, hogy 8 milliárd. 800 000. Akkor 800 000. Tehát 800 000? Na hát akkor 800 000 ember körülbelül irányítja. Tehát itt ezen a bolygón nem minden századik ember irányít. Hát ez óriási tévedés. Tehát ez körülbelül 800 000 ember. Tehát még egyszer azt mondja, 8 milliárd, akkor nézzük, azt mondja, hogy 800 millió, 80 millió, 8 millió, 800 000, teljesen jól mondod, így van. Tehát körülbelül 800 000 ember irányítja ezt a bolygót, nem több. Tehát az azt jelenti, hogy minden 10 000-dik. Tehát Magyarországot, ha ugyanezzel a számmal nézed, a 10 milliót, körülbelül 1000 ember irányítja, és ez nem a parlamentben ülnek elsősorban. Persze van közülük a parlamentben is, de ez az 1000 ember, ez a háttérben van, érted? Nagy részben. És ugye ebből a 800 000 emberből is itt a bolygón, a nagy része az háttérben van, a függöny mögött van. És az emberek csak azt látják, akik a függöny előtt állnak, és annak hisznek, amit a függöny előtt lévő emberek mondanak. De ugye nem ez a helyes megközelítés, mert ugye
hát hogyha egy esetleg valaki tanulmányozott ilyen hát úgynevezett összeesküvés elméleteket, amik ugye gyakorlatilag összeesküvés elméletek, ha jobban megnézzük, és most megnézi az ember mondjuk azt, hogy most mi van, és mik voltak ebbe az összeesküvés elméletekben, akkor azt látjuk, hogy furcsa mód az összeesküvés elméletek összepasszolnak a jelennel. Furcsa mód. Biztos ez teljesen véletlen, bár ezen a bolygón semmi nem véletlen, de tételezzük fel, hogy véletlen, jó? És itt volt ugye évtizedek mióta te élsz, éltél egy világban, vagy éltünk egy világban, ugye ez még nálunk még változatos is volt ez a világ, mert ugye főleg ha valaki idősebb, esetleg megélte még az első vagy a második világháborút, akarom mondani, utána megélte egy viszonylag rövidebb ilyen demokratikusnak alakuló dolgot, utána él diktatúrában, utána most meg kapitalizmusban él, tehát így eléggé változatos volt ugye ezen a környéken, itt mondjuk Magyarországon vagy itt a Kárpát-medencében az emberek élete, de hát egy mondjuk az én korosztályomnak is azért sikerült megélni legalább két rendszert, és itt a Kárpát-medencében megéltünk egy ugye egy diktatórikust, most megélünk egy kapitalizmust, és de hát most egy harmadik rendszert élünk igazából, ez a ugye amit én neveztem el, ez a demokratikus diktatórikus liberalizmus, ez a dedili rendszer és ugye ez ilyen kicsit furcsa ez az egész, ami van, és de ugye én már régóta beszélek arról, hogy a világban nagy bajok lesznek, elsősorban és másodsorban bizonyos dolgokból, az elsősorban az, hogy rengeteg olyan embert kell eltartani, aki nem termel, nem dolgozik, nem hoz hasznot, és egyáltalán nem tehát nem járul hozzá az emberek életéhez, ez az egyik probléma. A másik probléma pedig ugye az más jellegű, de az majd mindjárt eszembe jut, mert az előbb eszembe volt és közben elterülöttem, de lényeg az, hogy az első, a fő probléma ugye az a fő probléma itt a bolygón, hogy ugye egy ilyen demokratizálódás indult el ugye a második világháborút követően, méghozzá elég hamar, és ennek az lett a következménye, hogy az emberek azok ugye ne dolgozzák végig az egész életüket, hanem majd elmennek nyugdíjba, és hát ugye addig semmi gond nem volt, míg sok volt az eltartó és kevés az eltartott, tehát kevés ember volt nyugdíjba, de onnantól kezdve, amikor ugye lehetett arra számítani, hogy sok lesz az eltartott és kevés a dolgozó, tehát magyarul visszaesik a népesség növekedési arány, ugye a fiatalok aránya, és gyakorlatilag megnövekszik az idősek aránya, abból lehetett előre látni, hogy ez óriási problémákat fog okozni. Tehát ezt úgy hidalták el át gyakorlatilag az országok, ahol ilyen problémák vannak, hát Afrikában nincsenek ilyen problémák, mert nem élik meg az időskort, tehát ott vannak ilyen problémák, ahol nő az átlag életkor, és egyre több és több az idős, és hát azokat el kell tartani.
Ráadásul gondoljátok végig, hogy ez régen úgy működött, én most a saját bőrömben ezt tudom. Például annak idején a nagyapám meghalt végegyengülésben, úgyhogy semmilyen orvosi kezelést nem kapott hozzá. A másik nagyapám meghalt úgy, hogy beverte a fejét, és semmilyen orvosi kezelésben nem részesült anno annak idején. Ez egyébként a 70-es, 80-as évekről beszélek, hanem simán belehalt ebbe abba, hogy beütötte a fejét 80-valahány évesként. És ugye mind a két nagyapám így halt meg. Tehát ők haltak meg akkor annak idején. Na most mondok példát, hogy világos legyen, most ha valaki ugyanilyen helyzetben van, rögtön viszik orvoshoz, rögtön kap orvosi kezelést, és még egy jó pár évet ellátják őt orvosilag, hogy tovább éljen. Igaz, hogy szenvedi az életének azt a szakaszát már, de ezt látni. Tehát ha anyám például most nem kórházban lenne, és már mit tudom én, hanyadik infúziót kapja, hogy ne halljon meg, akkor már rég meghalt volna, érted? Már rég meghalt volna. Tehát, és úgy hívták volna a múltban ezt a halált, hogy végelgyengülésben meghalt. De az emberek már nem tudnak végelgyengülésben meghalni, mert egyszerűen föltuningolják, ami azt jelenti, hogy gondold végig, addig is valakit el kell tartani. És az pénzbe kerül. Érted? Tehát lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha hogy ez abszolút nem lenne humánus, de gondolkozz logikusan, évezredeken keresztül az emberek úgy haltak meg, hogy az életük utolsó szakaszában, a haláluk előtti időszakban nem kaptak orvosi kezelést. És ezáltal nem szenvedtek. Vagy legalábbis közel nem szenvedtek annyit, mint a mostani emberek. Tehát én például látom ott, ahol édesanyám van a kórházban, hogy ott vannak a betegek, érted, az idős, a nagyon idős betegek, és gyakorlatilag ott szenved mindenki, kivétel nélkül. Szenved, és életben tartják őket hónapokig, évekig, érted, mire meghalnak. Hát én ezt úgy gondolnám, hogy ezt úgy hívják, hogy emberkínzás. Tehát régen egy természetes folyamatban a nagyapám, az egyik, a pesti nagyapám az 3 hónap alatt ment el. Érted? Végelgyengülésben. Tehát Indiában ez úgy működik, hogyha valaki idős lesz, fogja és elvonul egy ilyen időseknek fenntartott házba, és utána elkezdi, de nagyon az időseknek ezt meg se kell csinálni, hogy megvonja magától a vizet, meg az élelmiszert, és szépen meghal. Érted? Na most ez itt nyugaton ez úgy működik, hogy fogják és fenntartják. Hiába nem eszik rendesen, hiába nem iszik rendesen, fogják és fölrakják infúzióról, és már túl is élte azt az időszakot. Érted? És akkor megint leesik a lábáról, megint. De úgy gondolt, hogy ezek az emberek nem tudnak más, csak feküdni. Tehát nehogy azt itt, hogy bármire képesek, semmire nem képesek, csak arra képesek, hogy fekszenek. Világos ez? És hónapokon, éveken keresztül csak fekszenek. Gondold végig, ha neked ilyen korban, amiben most vagy, hónapokig, évekig csak feküdnöd kellene. Érted? Hogy éreznéd magadat? Hát gondold végig, az milyen élet? Az nem élet, azt úgy hívják, hogy szenvedtetés. Régebben az ilyen emberek simán elmentek. Miért? Mert vagy kiszáradtak, vagy valami hasonló, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen a szervezet nem jutott hozzá ahhoz a vízmennyiséghez, ami az kell, és leállt a szervezet ezáltal. És ez nem hosszú évek alatt történt meg, hanem mint például a nagyapámnál 3 hónap volt, érted? Tehát 3 hónap alatt jutott oda, hogy az aktív mozgásból eljutott oda, hogy úgy legyengült, hogy meghalt. De ugyanígy volt a Mariannak a nagymamája, mind a kettő, ugyanígy volt
ez mind múlt századi történet, ugyanúgy volt az ő egyik nagyapja is. Ugyanígy, pont ez a halál volt nekik, hogy gyakorlatilag eljutottak oda, hogy már nyűg volt a mozgás, és onnantól kezdve ágynak estek, és gyakorlatilag pár hét, pár hónap alatt maguktól meghaltak, érted? És nem szenvedtették őket évekig. Ezt most csak azért mondom, most gondold végig, hogy mondjuk csak itt Európában hány időst szenvedtetnek így, és az vajon mennyi pénzbe kerül? Gondoljátok végig. Jó, de az csak az idősek. És mi van azokkal, akik tényleg a társadalomnak már nem hoznak semmit? Azokkal mi van? Tehát magyarul a társadalom eltartja őket. Gondold végig. Gondold végig, például az egész nyugati társadalomban nincs annyi bevétel az államnak a dolgozók részéről, tehát a dolgozók nem fizetnek annyi adót és járulékot, mint amennyit az államok kifizetnek nyugdíjban. Érted? Tehát nincs annyi. Most gondold végig, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az államok a nyugdíjak egy részét hitelből finanszírozzák, hát lassan évtizedek óta. Mikor kezdődött ez az átfordulás? A századfordulóval. Tehát ami azért mondom, hogy évtizedek óta, hogy lassan 20 éve. Érted? És egyre rosszabb az arány, mert egyre kevesebb a dolgozó, egyre több az idős. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyre több és több pénzt kell hitelből finanszírozni, mert ugye az államok a nyugati társadalomban sehol nem gazdálkodnak. A szocializmusban gazdálkodtak, de a nyugati társadalmakban nem gazdálkodnak, ami azt jelenti, hogy az állam az kizárólag a dolgozóktól befolyt bevételekből él, tartja fönn magát. Oké? És még, hát, de ha megnézed, minden onnan származik, mert a jövedéki adó is onnan származik, a vám is onnan származik, minden onnan származik. Ugye ráadásul ugye vámbevételei itt a kedvezményes izéknél, vámolásoknál sem olyan mértékű, mint régen, ugye ilyen vám, olyan mértékű vám kedvezmények vannak, hogy nulla adó, érted? Tehát onnan se tudnak bevételt szerezni az államok. Most gondold végig, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezt a rendszert, amit működtetnek a nyugati társadalmokban, ezt az adókból finanszírozott nyugdíj, ezt úgy hívják, hogy felosztó kirovó rendszer. Ezt most nem azért, tehát nehogy félreértsétek, tehát nem bántani akarom az időseket, csak tisztába akarom rakni, hogy megértse mindenki ennek a rendszert. És nem is azt szeretném, hogy a fiatalok fújjanak, tehát a dolgozók fújjanak az idősekre. Tehát nem az idősek tehetnek erről a rendszerről, amit úgy hívnak, még egyszer mondom, hogy felosztó kirovó rendszer, hanem maga a rendszer tehet erről. Tehát azok, akik ezt kitalálták, és azok, akik azóta is működtetik. Régen ez úgy működött, hogy az időseket a családok saját maguk tartották fenn. Ezért ugye, mit csináltak régen az emberek? Több gyereket nemzettek. Miért? Hogy abból biztos legyen egy, aki majd eltartja azt az időst. Világos ez? De azért egy gyereknél nem biztos, hogy az egy gyerek majd el fogja tartani a nyugdíjast, vagy a két nyugdíjast. Világos ez? Mert itt két nyugdíjasról van szó. Illetve nem is nyugdíjasokról, mert idősekről. Tehát ezért régen bebiztosították magukat a szülők, időben bebiztosították, mert nem volt szociális rendszer, oké? Hanem egy olyan szociális rendszer volt, hogy a saját családtagjaik finanszírozták ugye a nyugdíjasokat, és tartották el nyugdíjas korukban. Akik természetesen amiben tudtak, azért besegítettek a családban, ezért működött ugye sokáig, évezredeken keresztül a háromgenerációs családmodell. De ezt az egészet ugye felrúgták, a háromgenerációs családmodelleket, de még most is működne a háromgenerációs családmodell, ha nem egy-két gyerek lenne jellemzően. Tehát, hogyha 8 gyereke lenne, vagy 6 gyereke lenne
egy családnak, érted? Annak nagy valószínűséggel egy biztos, hogy ott maradna a szülőkkel. Világos ez? És ha egy ott marad, akkor megoldható az, hogy a nyugdíjasoknak a létét az biztosítsák. Értitek ezt? Vagyis nem a nyugdíjasoknak, bocs, az öregeknek a létét. Tehát nem, nem ez lett. Teljesen felrúgták ezt a rendszert, tehát ezt a rendszert lehetett volna a jelenben is működtetni. Lehetett volna nyugodtan azt mondani a múltban, hogy figyelj, úgy gondoskodj a gyerek létszámáról, hogy, hogy amikor idős leszel, ki fog téged eltartani, mert nincs a szociális rendszer. Érted? És akkor lett volna elég gyerekszám, világos ez? Akik el tudták volna tartani az időseket. Világos ez? De nem így csinálták, tehát gyakorlatilag a főgórék elcseszték az egészet úgy, ahogy van. Érted? És mondom, az egész nyugati társadalom ezért van eladósodva ilyen mértékben, mert a szociális ellátást képtelenség a bevételekből finanszírozni. A szociális ellátás nem csak a nyugdíjak, hanem az egészségügyi ellátás is. Oké? Okay? És a segélyek is természetesen ide tartoznak. Tehát ezeket nem lehet azokból a bevételekből. Honnan tudom? Ezzel foglalkoztam. 94. augusztusától 2000, azt mondja, december, nem, 2001 nyaráig. Érted? Az 7 éven keresztül, vagy 8 éven keresztül. 7 éven keresztül. Ezzel foglalkoztam. És utána is ehhez hasonlóval foglalkoztam, még egészen 2007-ig. Tehát egy ilyen testvér, ennek a testvérével foglalkoztam, úgy is lehet mondani, ami egy kicsit ehhez kapcsolódott. Na mindegy, lényeg az, hogy elég sokáig foglalkoztam ilyen dologgal, de nem, nem amatőr szinten, most nehogy félreértsétek. Pénzintézet, ilyen jellegű pénzintézet vezetője voltam, önkéntes nyugdíjpénztár, piacvezető, önkéntes nyugdíjpénztár vezetője voltam 7 éven keresztül. Világos ez? Ráadásul nem egy önkéntes nyugdíjpénztárat hoztam létre, sőt még olyan pénztárat is hoztam létre, amit nem önkéntes nyugdíjpénztár volt, hanem magán nyugdíjpénztár volt. Jó? Tehát még annak is voltam vezetője, de ott nem sokáig tűrte az állam, hogy annak a vezetője legyek. Jó? Tehát maradjunk ennyibe. No, tehát lényeg az, hogy eléggé tisztában vagyok ezzel a kérdéssel, szerintem az átlagnál sokkal, sokkal, sokkal jobban tisztában, ezt úgy hívják, hogy demográfia részben, és úgy hívják, hogy hát mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten ilyen szociológia. Szóval lényeg az, hogy, hogy nagy baj van, ezt én mondom, tudjátok mióta? 90-es évek óta mondom, hogy egyre nagyobb baj lesz ezzel kapcsolatban, és mondtam azt is, hogy mikorra lesz a legnagyobb baj, ezt úgy jósoltam, hogy 2007-től már, 2017-től, bocsánat, 2017-től már nagyon nagy baj lesz. Azt láttam 2017 őszétől, hogy mesterségesen elodázzák ezt a problémát, szerintem valamit ki akartak találni ennek a problémának a megoldására, de, de erre semmilyen pénzügyi szakember nem tudott megoldást, ezt csak úgy mondanám. Tehát a világon nem volt olyan pénzügyi szakember, aki erre megoldást tudott volna. De tényleg, az egész bolygón erre nincs megoldás. Tehát ez olyan, hogy tehát hogyha a zsebedben nincs pénz, akkor nem tudsz venni dolgokat, érted? Jó? És ha hitele sincs, akkor meg végképp se tudsz venni. Na most ezt csak példaként mondtam. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy 2017-től már jósoltam ezt a dolgot, de, de azt láttam, hogy gond van, nagy gond van, csak szépen elodázzák. Tehát ami azt jelenti, hogy hát úgy próbálták mesterségesen elodázni a dolgokat, sikerült is egészen 2019 évvégéig, 2020 évelejéig sikerült ezt elodázni, de ott már, hát azt gondoljátok végig, gyakorlatilag 2,5 éven keresztül sikerült elodázni a dolgokat. Hát ugye akkor is mondtam, hogy ezt sokáig nem lehet elodázni, előbb-utóbb ebből gond lesz.
Na most, de ugye tanultak a 2008-as válságból, meg az előtte lévő válságokból, mert a válságoknál mindig voltak lázongások, akár forradalmak, forradalomszerű lázongások, nyilván a kormányok ellen, mert a lakosság mindig a kormányokat tette felelőssé a gazdasági válság ügyében. Na most, ugye azt is mondtam, hogy a történelem még olyan gazdasági válságot nem látott, mint amit ez a probléma fog okozni. Tehát ahhoz képest a mondjuk a 27-ben vagy 8-ban vagy 29-ben volt a világgazdasági válság, az ahhoz képest nudli volt, ami lesz, ezt jósoltam. Jó? Tehát, na most, tehát, de egyszerű, ez nem kell itt különösebb, mit tudom én, mikre gondolni, hát egyszerű tudás, érted? Tehát az a tudás, hogy az ember azt mondja, hogy ha van neked tized, és abból 15-öt költesz, és ezt rendszeresen mindig 10 jön be, és neked 15-öt kell költeni, akkor előbb-utóbb nagy bajba leszel. Világos ez? Ilyen egyszerű, ez egyszerű matek. Tehát gondoljátok végig, hogy a bolygó olyan mértékben, a bolygó lakossága és az államok olyan mértékben el vannak adósodva, hogy gyakorlatilag a bolygón nincs annyi vagyon, amilyen mértékben el van adósodva a bolygó. Érted? Na most akkor kérdezem, hogy kinek van eladósodva, ki vagyunk, kinek vagy, a Föld kinek van eladósodva? Mit tudom én, mondjuk a marsi bélieknek, vagy kinek? Érted? Kinek? Ha gyakorlatilag a Földön nincs akkora vagyon, mint az összes adósságállomány, érted? Akkor kinek vagyunk eladósodva? Hát gondoljátok végig, tehát hogyha nyilván ezeket a számokat nem tudják az emberek, nem néznek utána, nem jártak utána, nem foglalkoztak ilyen dolgokkal, nem ismerik azt a mondást, hogy ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél, érted? Satöbbi, satöbbi. Mert ugye nagyon sok embernek és nagyon sok országnak több a hitele, mint a vagyona. És nem csak emberekről van szó itt, hanem cégekről is, ugyanez a cégeknél. Működnek a világban olyan cégek, hogy nagyobb a hitelállományuk sokkal, mint a vagyonuk. Érted? És gondolod, hogy sokáig lehet így működni? Na mindegy, én tudtam, hogy nem lehet, de nem csak én, hanem még sok gazdasági szakember ugye a Földön tudta ezt, csak azt nem tudtuk, hogy lesz ez megoldva. Hát megoldva nem lett, de függöny mögé rakva lett, érted? Tehát be lett rakva szépen az egész a függöny mögé, és a függöny elé kiraktak olyan dolgokat, amivel az emberek nem tudnak semmit se kezdeni.